Kedves barátaim, nagyon nagy szeretettel üdvözöllek benneteket. Karsa István vagyok, szellemi, spirituális tanító. Vagy aránylag egy rövidebb tanítást szeretnék elmondani, amiben egy pár dolgot helyre szeretnék tenni. Ez a karmáról szól, és főleg a karmaoldásról. Ez nagyon érdekes egy dolog, mert ezzel a dologgal, mint karmaoldás, nagyon sokat szoktunk találkozni, és nagyon sok félrevezetés és becsapás van gyakorlatilag ebben, és ezt szeretném elmondani. Először is nagyon sokan félnek attól, hogy ja, hozzá kell tennem, a YouTube-on rengeteg előadásom van fent a karmáról, tehát most nem akarok mélyen belemenni a karmikus feladataimba, mert ezt mind meg lehet találni, nem akarom ismételni magamat, és rengeteg anyagom is erről fent van. Inkább olyan dolgokról beszélni, ami rövidebb és értelmesebb és fontos a mostani életünk és aktuális. Először is maga az, hogy karma, ez borzasztóan sokan, mert el van csépelve ez a szó, meg nem is tudják sokan a jelentését, és akkor valami negatív csengés, hogy karma, hogy jaj, neked van karmád, és akkor ó, hogy milyen rossz. Ez főleg azért van, mert általában ilyen magukat szellemi, magasabb szintű tanítónak, vagy akárminek hívó emberek elmondják, hogy ah, nekem már nincsen karmám, nekem már semmi nincsen, én már csak azért vagyok itt, hogy nektek segítsen. Tudjátok meg ilyen abnormális szövegek. Maradjunk abban, hogy ha neki már nem lenne karmája, akkor nem lenne már régen itt. Vannak a hamis tanítók, meg a igazi tanítók, és a hamis tanítók ismérvei között szokott ez ott lenni, hogy én már csak miattatok vagyok itt. Nekem már nem is kéne itt lenni, én csak vállalásból segítsek nektek, jó? Ez a hamis tanítók ismérvei. Az igazi tanítók azok úgy működnek, hogy nekik is van karmájuk, legfőjebb finomabb rezgésű, más típusú karmájuk van, de van, jó? Tehát kevés ember van, de nagyon kevés olyan ember van, aki lejön, és ilyeneket során fog mondani, ezt higgyétek el nekem. Tehát akitől már ilyet hallottok, azt már nagyon ilyen felejtősen kell hallgatni, jó? Mert olyan nincsen. A karma az egy fogalom. A karmát úgy kell felfogni, hogy munka. Ennyi az egész. Dolgozni jöttünk le a Földre. Alaphelyzetben két komoly terület, tehát az egész szellemi itt létünk két nagyon komoly alapon áll. Az egyik alap a szellemi fejlődésünk, a spirituális fejlődésünk, ugye, és ebben van benne a karmikus feladatunk, ugye, amit hogyan lehet megoldani munkával, hát fejlődni csak a munkával lehet. És ugye, mondjam, milyen munkával, akkor nézzük a másikat, a másik pedig, amiről beszélgettem már egy párszor, ez pedig a duál törvényben való fejlődés, ami azt jelenti, hogy egyszer annak idején a nagy szellemi részünk, amikor erre a síkra lebukott ketté szakadt, nem női férfi részre, odát nincsen szellemiség, vagy hát nemiség, hanem adó-elfogadó részre, hát az adót mondjuk a férfinak, a befogadott meg a nőinek, ugye, mind a fizikai testünk állapotával is jön, és ezért szeretjük így mondani, hogy a szellemünk is egy férfi-női rész, de maradjunk abban, hogy adó-elfogadó rész van, csak ugye a Bibliában is Ádám és Éva, akit nevezték az adó-elfogadó részt, és ezért maradt ez a része benne. Erről a duál törvény rész beszél rengeteget, hogy hogyan találunk egymással, erről szintén találtok YouTube-on előadást a duál törvényről, erről most nem akarok beszélni, a karmikus részről akarok most beszélni inkább, tehát a munkáról. Gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy a karmát, az úgy kell felfogni, hogy dolgozunk az életünk folyamán milliónyi emberrel van kapcsolatunk, rengeteg emberrel. Ugye lehet negatív-pozitív kapcsolat, ugye a negatív kapcsolatban például összeveszünk valakivel, becsapjuk, akármit teszünk, ezek mind-mind negatív rezgések. Amit tudni kell erről, hogy ezeket a negatív rezgéseket mi magunk hoztuk létre. Ami azt jelenti, hogy miután mi magunk hoztuk létre ezeket a negatív rezgéseket, nekünk saját magunknak kell ezeket a rezgéseket semlegesíteni. Ez egy nagyon fontos dolog. Azért hogy segítsek abban valamit, hogyha már valaki elér egy magasabb szintet. Ami alatt azt értem, hogy rájön arra, hogy hú, hogy valami hülyeséget csináltam, hogy például dühönbe, mert még ott tartok, és valakit elküldök a fenében, na most én csúnyán mondom, vagy jó ides anyjába, vagy csúnyát mondom,
És rájöttem, mert ott tartok, hogy még kicsúszik a számom, ma már nekem nem csúszik ki, de nekem is volt egy időszakom, akkor vagy ha van lehetőségem van rá, jaj, bocsáss meg, ne haragudjál, nem akartam ezt mondani, és elnézést kérek, és nem akartam. És eljutok erre a szintre, ezt kimerem mondani alázattal, jó, mert ezért rá kell erre jönni, akkor már semlegesítettem ezt a részét. Ha ő nem fog egyenlag meg, már legyen az ő baja, de én elmondtam neki, jó, ezt maradjunk abba, az nem az ő karma, én nem fogadt el. De hogyha valakit így gondolatban is, ugye, ó, hogy magamban, hogy a fene enné meg, hogy dögölné meg, mert így ilyet mondok magamban, és ugye rájövök, akkor abban a pillanatban gondolatban nagyon erősen, nem, elnézést kérek magamban, bocsánatot kérek, nem akartam ezt mondani, ne haragudjál, meg visszavonom, semlegesítem, nem akarom, és kész. És abban a pillanatban tudtuk semlegesíteni, jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a karma az egy rezgés. Na most ez miért mondom el? Most képzeljétek el, hogyha először is vannak úgymond karma levétel. Elmegyek a XY mágushoz, és akkor azt mondom, hogy figyelj ide, le kéne szedni a karmámat, hát ő rám néz, ugye, egyből lát rengeteg karmát rajtam, majd hasból kis táj párat, és akkor azt mondja, hogy hát, azt mondja, hogy mit tudom én, karma oldás mondjuk, van neked, azt mondja, hogy lehet, hogy vagy táblázat, hogy 5 karma az 50 ezer forint, 10 karma 100 ezer, és akkor rám néz, hát 13 komoly karmát látok, hányat vegyek le belőle, az egy maradjon, jó. Akkor 11, akkor adjál 110 ezer forintot, csiribi, csiribá, hókusz, pókusz, kis szertartás, mert 110 ezer forint egy órás szertartás belefér, és meditáció is mondjuk, nem tudom, hogy csinálják, csak most kitaláltam, és akkor már le van szedve, már csak egy karmát hagytam, mondjuk békülj ki anyáddal, mert kiszedj előtte mondjuk, hogy mi volt a bajod, és akkor ennyi az egész. Vigyél virágot neki, és ez is megoldódik. És akkor elmész büszkén, kifizeti 110 ezer forintot, ez a pasi, még egy, ez a mágus még egy csomó karmát persze a nyakába vett, és te úgy, hogy nem szabadultál meg a karmától, mert azzal, hogy te kifizeti 110 ezer forintot, a te negatív rezgéseid akkor is kint vannak a kozmoszban, és akkor is neked kell semlegesíteni, amikor lehetőséged van rá. És ebben tudjátok, az a rossz, hogy akár egy korszakváltás van, vagy valami más dolog történik, hogy elképzelhető, hogy a szerencséd van még ebben az életedben szembesülsz azzal a dolog, hogy tudod a karmádat semlegesíteni, mert most karma feltorlódásnak időszaka van, és lehetőséget kapunk a korszakváltásban az utolsó életeinkről, minél több dolgot megoldjunk és le tudjunk tenni. Tehát feltorlódtak a karmák, és hozzá elénk a sorshelyzeteket, sorscsapásokat, de megoldjuk valahogy. De van olyan példa, hogy nekem mondjuk a Jani bácsival karmikus dolgom van, mert követem egy komoly dolgot, és úgy jön össze a dolog például, hogy én már tovább léphetnék, de Jani bácsival spirituálisan lehet, hogy csak 600 év múlva, vagy 300 év múlva, vagy 1200 év múlva lesz az a spirituális föld újra, amikor lehetőségünk lesz egyszer egy időben nekünk leszületni egy helyre, és én karmikusan vele rendbe hozni. Ez borzasztó. Mivel aki szerencsén van, akkor egy másik bolygón tudok Jani bácsival találkozni, és ott is meg tudom oldani, mert erre is van lehetőség ezt a karmikus dolgomat, de miután a Földön követtem el, földi energiákkal, valószínűleg itt kell majd semlegesítenem. És addig nem tudok fejlődni, tovább lépni. Jó, de hát idő nincsen, csak állapot. De most gondoljatok rá, hogy azért milyen borzasztó dolog, hogy várjak mondjuk 600 évet arra, hogy Sanyi bácsi vagy Karcsi bácsi vagy helyrehozom a dolgaimat, jó? Tehát azért mondom, hogy erre nagyon komoly oda kell figyelni. Egyetlen karma levétel nincs az égvilágon, nem létezik, jó? Tehát karma oldás létezik. Na de ezt elmondom, karma oldás kétféleképpen létezik. Az egyik karma oldás az olyan, mint amit én most mondom nektek. Ami azt jelenti, hogy én ezzel nem mondom fel a karmátokat, hanem ugye vannak ilyen tanfolyamok, ahol karma oldást tanítanak, ugyanazt elmondják, amit én most itt ingyen elmondok nektek. Ennek az egésznek semmi más a lényege, hogyha meghallgatjátok a karma előadásomat, a karma előadásomban elmondom a gyakorlati részét, hogy mit, hogy követtünk el, hogyan lehet megoldani. Nagy ilyen karmaoldó tanfolyam is gyakorlatilag annyi, ugyanaz, mint amit én most elmondok itt egy pár percben nektek, és nem érdemes ezért elmenni egy drága tanfolyamra. Ennek az a lényeg, hogy itt és most mindig a szeretet kísérelje az összes lépteteket, senkinek ne
csináltok rosszat. Ezzel nem teremtetek új karmát magatoknak, tehát negatív energiát. A karmaoldás micsoda? Hogy minden, ez is körülbelül a saját életedben. Neked a közeledbe összehoznak olyan embereket, akikkel ebbe az életedbe van valami negatív dolog, akár hozott dolog, ezeket család, rokon, ilyen munkatársak, meg stb. Tehát azért, miután akikkel karmikus feladatunk van, azt nem Amerikába viszik el meg a világ másik végére. Hát ott hogy fogom vele megoldani? Nem, az itt van a környezetedben valahol, és ez lehet a házmester is, vagy a szomszédod. És neked semmi más feladatod nincsen, mint hogy azok az emberekhez, akivel negatív problémákat érzel, unszimpátiát, bármit az égvilágon, próbálj meg közeledni hozzájuk. Hogyha nem tudsz, akkor kérdezek, hogy bocsáss meg, hogy megbántottalak valamivel, mi a bajod, hadd segítsek. Tehát megpróbálsz közeledni felé, megpróbálsz békével kiengesztelni, ha kell, nyugodtan el lehet mondani, alázattal, hogy elnézést kérek, ha valamivel megbántottalak, akkor bocsáss meg, mert nem akarok senkivel haragot. Ha ő nem bocsánat meg, az már az ő dolga, erről beszéltem az előbb, az már az ő karmája. De az fontos dolog, odafent mindent látnak, hogy elmegyek így pitizek és átverek mindenkit, hogy utálom ezt a szomszédomat, de borzasztóan utálom. De én nem akarok karmát vele, meg nem akarok következő életemben találkozni, akkor bevágok 3 üveg sört előtte, meg 2 vodkát, és akkor jó, bátran bevágok, hogy hát figyelj ide már, ne argudjál már meg, de béküljünk már ki, nem akarok rád haragudni, bocsáss meg is kész. És akkor lehet, hogy azt mondja a szomszéd, hogy jó, ígyunk még egy sört, és megbocsátok, ugyanakkor belül meg, hogy fulladnál meg egy deci borba, amit fizettem az előbb neked, meg dögölj meg. Na, odafentről mindent látnak, ebből nem lesz karmaoldás, sőt, még egy lapáttal ráteszek, jó? Szóval ez csak úgy lehet, hogy tiszta szívből, megfelelő rezgésekkel, józanom menni a szomszédodra, stb. Jó? Tehát tiszta szívvel oda menni, tehát meg kell érni lelkileg arra. És az azt jelenti, hogy az az emberrel meg tudtam oldani a karmaoldás. Létezik egy úgynevezett karmalevétel, karmaoldás, karmalevétel, viszont valóban, aminek az a lényege, hogy ezt földi ember nem tudja megcsinálni. Ez csak szigorúan szellemi részről működik. Na és elmondom ennek egy rövid példával a lényegét, jó? Hogy megértsük az egészet. Hogy, sőt, több példával. Hogy például ugye van egy náci tömeggyilkos, aki most kitalálok egy számot, most elnézést kérek, hogy emberi lelkek, úgy beszélek, hogy mondjuk 300 000 embernek a haláláért felelős. És akkor ez az ember a következő életében mondjuk leszületik Afrikába, ahol éces beteg kisgyerekeket, mint orvos úgy gyógyítani. És minden egyes nap megharcol, megszenved egy-egy gyermek életére, zokog és sír, amikor meghal egy ebolás kisgyerek a kezében például, aki el az életét feláldozza, boldog a 3 ember életét megmentse, és ő ezzel a komoly vállalással fel tudta oldani annak a 300 000 embernek a gyilkosságában lévő részvételét, mert annyira belülíródik a lelkébe, hogy mennyire fontos csak egy ember élete, hogy a soha többet nem fogja senkinek se az életét kioltani. Vagy egy másik karmaoldás, mondjuk, hogy legyen egy Karsai Pistis példa, hogy én mondjuk, mit tudom én, meggyilkolok valaki titokba, vagy lopok, hát mindegy, meggyilkolok valaki titokba, jó? Legyen ez a példa. És akkor úgy, hogy senki nem látja. Nem, inkább legyen a lopás az jobb. És akkor mondjuk elmegyek, és akkor betörök, és ugye egy csomó dolgot elviszek az emberektől, és megkeserítem az életeket, lehet egy pár házat is felgyújtok, a nyomaimat eltüntetem, de a végén elkapnak a rendőrök, és bevisznek a börtönbe, és azt mondják, hogy Karsai Pisti, mit tudom én, elloptál 5 millió forintot, meg stb. Házakat felgyújtottál, kapsz 8 év börtönt. Én beülök a börtönbe, és mondjuk a második év tájékán ráérök arra, hogy elkezdek olvasni szellemi dolgokat, vagy megérik bennem a börtönbe, a magányba, a bezártságba, hogy én micsoda bűnt követtem el. Vagy visszagondolok, hogy láttam azt a sok zokogós, síró embert, akinek a vagyonát tönkretett, hogy felgyújtottam házat, hogy nyomalmat eltüntessem. Hogy eladtam az egyetlen kis vagyonát, hogy elvittem a gyerekeknek a iskolára félretett pénz, hogy elvittem az összes spórolt pénzét, és mondjuk elszórakoztam egy buliba, meg minden. És annyira beleíródik a lelkembe, képzeljétek el, hogy zokogok éjszakánként, és sírok. És
és azt mondom, hogy igen, megérdemeltem a 8 évet, sőt 20 évet is megérdemeltem volna, mert szemét aljas ember vagyok, hogy ennyi ember életét tönkretettem. És amikor látja fentről a szellemi vezetés, hogy ez tényleg benne van a lelkemben, tiszta szívből, hogy én soha többet az életben ilyet nem fogok elkövetni, akkor fentről úgy oldják meg ezt a karma levételt, karma oldást, hogy mitől lesz valami állami ünnep, ilyenkor szokott lenni ilyen börtönbe kegyelem, és mondjuk 2 év után, 3 év után képzeljétek, hogy kapok egy elnöki kegyelmet, és kimehetek a börtönből. Értitek? Tehát így sikerül nekik feloldani például a karmámat. Tehát azt kell tulajdonképpen tudomásul venni, hogy olyan karmalevét, amit én mondok, hogy elmentek valahova, és egy ember leveszi a karmátokat, akár egy mágus, akár egy tanfolyam, hogy itt karmalevétel történik, nincsen. Karmaoldás az úgy lehet, ott csaholják a karmátokat, elmondják, hogy milyen feladat, de kevés olyan tanító tudok, aki el tudja mondani. Egyetlen egy fő tanítás van különben a karmaoldásra, hogy minden emberrel azt cselekedd meg, amit szeretnéd, hogy veled is megcselekedjenek. Ez meghatározza a jövőbeli életedet is, a múltban megbocsátással tudod feloldani a karmádat azokkal az emberekkel. Ez egy nagyon fontos dolog. És ugye azt tudni kell azért, és azért nehéz ez, mert bármilyen furcsa, minden pillanatban oldunk karmát is, meg termelünk is, mert ugye itt rálépnek a villamosra, a lábunkra, a lakásunkat kifosszák, bajt csinálnak, lepöknek, megaláznak, tehát borzasztó nehéz ezeket túlélni. Nem egyszerű még nekem sem sokszor az ilyen problémákkal szembesülni. Én is találkozok olyan emberekkel, hogy megpróbálok a legpozitívabbul kijönni belőle. Sőt, néha kemény vagyok, kell keménynek lenni, mert én mindig, mert sokan azt hiszik, hogy azért, mert én tanításokkal foglalkozok, akkor mindent megengedek, és engem ki lehet használni. Nem lehet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ezoterikus vagyok, de hülye nem. Tehát én épp úgy keményen beintek, sőt, valakinek ilyen szellemtani makarékonyi pofon kell, amikor a szemében mondom, hogy hülye vagy, ezt csináltad, rosszul csináltad, nem szabad, 5-5-ször megcsinálod, 6-5-ször megcsinálod, megint beresel ebbe a hibába, és kész. Érdekes mondom, valakinek már 10 éve mondogattam, és a mai napig nem hallja meg, majd szenvedem még eleget, amikor oda fog jutni, sőt, valaki... De elmondtam, hogy mire kell vigyáznia, nem, akkor elmegy asztrológushoz, az is ugyanazt mondja, elmegy egy látóhoz, az is ugyanazt mondja, most már vagyonokat küld arra, hogy hát, ha valaki más fog mondani, és akkor felmenti magát, hogy na, megmondtam, hogy ez csak így fog történni, és kész. Azt is tudjuk, hogy aki már harmadik ilyen, negyedik ilyen jóshoz megy el, a végén a szellemi erők szándékosan meg fogják téveszteni, mert azt mondják, hogy eddig segítettem neked, hogy mit kell jól csinálni, ha nem fogod elfogadni, akkor hogy direkt megtévesztelek, és majd megiszod a levét, és szenvedni fogsz akár következő életedbe. Itt lehet párkapcsolat, minden az égvilágon. Nagyon fontos, hogy itt a fizikai síkon meg van engedve a vágyaink kiélése is. Azért azt tudni kell, hogy mondjuk minél magasabb szinten állsz, azért már ugye nem a lopást, meg a gyilkosságot kell kiélni. És ami még fontos, hogy a vágyaink kiélése az nem úgy működik, hogy megint példával kezdem, hogy mondjuk valaki szeretne motorozni, tehát egy pillanatot hozzáteszem. A vágyainknál mindenkinek valamelyik életében joga van épp úgy a gazdagságot megtapasztalni, nem királynak lenni, mennyi király nem lett a világon, de mindenki egyszer a gazdagságot már megtapasztalta életében valamikor, csak most nem emlékszik rá. Főleg rossz rá gondol, hogyha kevés pénze van, meg be kell fizetni a óvégi csekkeket, de mindenki megtapasztalja a gazdagságot, épp úgy a szegénységet is különben, de vannak különböző vágyaink, utazásra kezdem minden az égvilágon. Például mondjuk motoroztam, azt jelenti, hogy Karsai Pisti, rendben van, kiheted a vágyaidat, motorozhatsz. Ja, hogy a motorozás mellett kaptam, vagy 6 motorbalesetet, meg halálkezi élményem volt. Meg a seggemből lejött a bőr, ugye, amikor csúsztam egyet rajta, még akkor van nélkül. Lindadárban motoroztam? Persze. Megkaptad a motorozást, de kompletten kapod meg az egészet. Tehát minden meg kell tapasztalni, ami azzal jár. A szép részét, csuhansz a természetbe, beleolvadsz, minden. Másik keresztezésre meg elgázolnak esetleg. Túléltem, mert mindent túléltem, törés nélkül, meg minden begyógyult, inkább így mondom, állkapos törés vagy bármi, de kompletten kapsz mindent. Valaki akar csajozni, vagy valami? Nagyon jó, akkor csajozhatsz, megjön. Ja, hogy közben rájött a feleséged, és rámért a házasságot, vagy nemi beteg lettél.
ez komplexen együtt jár. Olyan nincs, hogy te kapsz egy új csajt, vagy egy csaj kap egy jó pasit, aztán ennyi az egész. Nem, apuci rá fog jönni, és akkor elmegy a házasságod. Tehát valamit mindig valamiért. Tehát kompletten tudunk mindent megtapasztalni, mert akkor lesz egy egységes rálátásunk a dolgokra. Jó, tehát az ezt még el szeretném mondani. Tehát a vágyainkat ki kell élni, csak nem mindegy, hogy milyen szinten. Jó, tehát ez szinte egy fontos dolog. A másik, hogy azok a karmikus dolgaink is változnak fel szintenként. Létezik olyan különben, hogy leszületünk a fizikai síkra, és eljutottunk egy szintre, és mondjuk olyan ügyesen vagyunk, hogy leteszünk 35 éves korunkra a karmánkat, vagy 42 éves korunkra. És akkor elkezdett, hogy meghalunk. És akkor leszületünk újra egy másik testbe, megint felvállalunk egy másik dolgot, és akkor le tudunk tenni még valamit. És akkor sokan sírnak, hogy jaj, szegény meghalt 42 éves korában. Még a szomszéd, még az anyja élt mondjuk 90 éves koráig, vagy még mindig él. Hát igen, mert anyucika a 90-es koráig nem tudta azt megtapasztalni, amit ez a fia mondjuk 42 éves korában már megtapasztalt. Akkor van olyan lehetőség is, hogy 42 éves korodan letettél minden karmikus feladatodat, de fel tudtál vállalni olyan darmát életfeladatot, amivel tudsz másoknak segíteni például, és akkor még ráugró 10 vagy 20 évet. Akkor elképzelhető, hogy mondjuk párkapcsolati fejlődés, ugye 42 éves korodra le tudtad tenni a karmádat, vagy az egy feleségeddel, első feleségeddel, és akkor belefélt a sors, meg a második feleséget is, aki akkor egy másik házasságban volt, fel tudta oldani a sors, ő is le tudta tenni a problémáit, és akkor kaptál még egy feleséget, gyakorlatilag, aki előző valami életedben szintén a feleséged volt, és akkor vele szemben úgy, hogy tudtatok karmikus dolgokat feloldani, megoldani. Tehát ez is egy isteni kenyerem, hogy akkor belefér egy életbe akár kettő vagy három ilyen duál törvényvel lévő fejlődési szakasz, ahol le tudsz tenni rengeteg dolgokat. Hozzá kell tenni, ez érdekes egy dolog, mert volt olyan barátom, aki, meg sokkal nem csak barátom, csak sokkal láttam őket, hogy elválnak, mert van valami olyan duál törvényben lévő ütközések a házasságban, mert egy pár kapcsolat sokszor tükröt tart elénk. Az nem úgy működik, hogy azért van, mert én ki akarom élni az életemet, és akkor jót szórakozok csinos lányokkal, aztán ha megöregszik a csaj, akkor elválok tőle, megint elveszek egy másik fiatalt, és élem az életemet. Na hát ez nem fér úgy bele sehova se az égvilágon. A milliósoknak belefér, de azok meg karmikusan fognak ezért majd a következő életükben rengeteget szenvedni, mert van olyan ismerősöm, aki nem, hát egy ügyfél ismerősöm, aki pont évenként váltogatja a barátnőit, ugye nagyon gazdag, sármos ügyfél különben, és minden éve beköltözik egy ilyen csaj, de hozzá kell tenni, hogy most már évek óta ismerem ez az egyéves lányokat, mert mindig át kell kódolni a riasztóját a új lányoknak a kódja miatt, és akkor mindig beköltözik egy-egy lány, és akkor mindegyiken maga biztos ilyen beképzelt, mert most már ő a ház úrnője. Nem akartam, mindig mosolyogok rajta, de tudnád kicsim, hogy egy év múlva kódolom már dátum szerint a riasztót, mert már más lesz itt pont helyetted. De ezek meg azt mondom, hogy megérdemlik. Komolyan mondom, megérdemlik, mert abban a pillanatban belenyúlnak a gazdagságba, ugye megtapasztalják a gazdagságot, mert megtapasztalják, hogy az ezzel együtt lévő utána zuhanást egyértelműen, és utána lehet, hogy egy becsületes, tisztességes férfi fognak találni. Na visszatérve, amit akartam mondani erre, hogy tehát rengetegen vannak, akik mondjuk nem bírnak valamilyen összetűzés, duál törvényben összetűzés, tehát párkapcsolat összetűzést a feleségükkel, ugye nem tudja megoldani a problémát, és a legjobb megoldás az, hogy elválnak. Igen, ám, de ezt meg kellett oldani rendesen, inkább karmikusan a duál törvény problémába, és hiába vál el. Van olyan barátom, akit akartam mondani, hogy a harmadik feleségénél tart, és a harmadik feleségénél is hozzá kell tenni, nem fiatal nőt vett el, ugyanazzal a problémával szembesül, és ez garantálva lenne öt felesége, amíg meg nem mondja becsületesen, tisztességesen abba aktuális kapcsolatába, addig hiába válik el, ugyanazzal a problémával fog szembesülni. Volt olyan ügyfelem, aki ismerősöm, aki tudom, hogy problémája volt a vele egykorú feleségével, elvette egy nála 20 évvel, 25 évvel fiatalabb lány, és fél év múlva ugyanazzal a problémával szembesül abba a kapcsolatába, mint az előzőben. Tehát ez korfüggetlen teljesen,
ugyanis itt a rezgéseink számítanak, a karmikus problémáink, a duál törvényben lévő fejlődés, tehát mindig akkor és ott kell tudni megoldani a problémát. Persze más a problémának, a minden probléma más. Tehát azért most itt ne arról beszélünk, hogy egy fél 50 év aguló alkoholista, és a feleségének már az is mindegy, hogy berúgik vagy nem rúgik be, mit csinál. Jó, azért ez most nem probléma, itt el kell válni és készen, mindig azt szoktam mondani. Volt ilyen esetem, a hölgy elvált a végén, és 72 éves volt, 76 évesen boldog volt, új házassága volt, és azóta is csodálatos boldogságban él. No, tehát eredetileg visszatérő arra, amit akartam mondani, tehát a karma, a rezgés, amit leállítunk, mi magunknak kell semlegesíteni. Karma oldásban bocsátkérés, a szeretet, ezek számítanak, csak meg a megbocsátás, jó, tehát ez a nagyon fontos dolog, és karma levétel fizikai szinten nem létezik, senkinek pénz ezért ne adjatok ki, jó? Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, Isten áldjon benneteket, legyen szép napotok!